Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk a mai este harmadik mérkőzésével, ami amúgy az Európai LCS keretein belül már az ötödik lehet. Ugye, mint tudjuk jól, más rendszer, stb. Viszont minden egyes nap a harmadik mérkőzés, a harmadik idősávban levő mérkőzés, az már ugye közös. Hát közös, igen, fogalmazhatjuk így is. Ezért nem kellett szavaznotok a Fnatic Giants összecsapással kapcsolatban, hogy vajon... Hát melyiket közvetítsük? A Fnatic Giants-et fogjuk közvetíteni. Igen, azon lehetett volna még maximum szavazni, hogyha lehetne olyan kamera állást, hogy akkor csak a Fnatic oldaláról vagy. És itt vagyunk, kérem szépen, azon a mérkőzésen, ahol ott van a Fnatic, és hát a rajongók számára úgy gondolom, hogy egy irgalmatlanul pozitív változás történt. Visszatért a csillag. A sárga csillag. Mindenképpen Yellow Star újra itt van. Ugye Európában, és még hozzá visszatért a saját kis csapatához, tehát a Fnatic úgy gondolta, hogy nagyon jó. Én úgy gondolom egyébként, hogy Clive végére nagyon bevált, felnőtt az LCS nagyságához és a profi ligához. Nem lehet egy kellemes érzés, valljuk be őszintén, mert úgy érzem, hogy a csapat megfelelő tagja is volt. Tényleg fölnőtt abszolút a ligához, nem úgy érzem, hogy rajta ment el az, hogy a Fnatic nem jutott be a döntőbe, vagy esetleg ugye később ki az MSI-ra. De aztán jön Yellow Star, és akkor így szevasz, köszi szépen, hogy helyettesítettél a munkát, minden, akkor ott a kispad, itt vagyok, hello. Ami érdekes lehet, és igazából a Fnaticről szerintem bőven elég nagyjából ennyit elmondani, mert túl sok változás nem történt. Igen, ismerős arcok, és bízunk benne, hogy ugyanazt az erősséget tudják hozni, amit azért a tavaszi szezonnak a vége fele mindenképpen már megmutattak, hogy van bennük lehetőség. Gamesről leszek kíváncsi egyébként azzal kapcsolatban, hogy ugye ott is érkezett egy új csere Wörlip személyébe a felső ösvényre. Tehát egy pici nyomás, én úgy gondolom, hogy Gamesu és az ő játékán lesz, tehát muszáj bizonyítani a csapatnak, illetve a szurkolóknak, hogy igenis van helye a kezdő helyen, és nem kell a cserepadról felkérni Wörlibet, hogy jöjjön majd a felső ösvényre. Viszont a Giants, én úgy gondolom, hogy kvázi teljesen megújult. Tehát Smithy J az egyedüli ember, aki megmaradt a tavaszi szezont elkezdő Giantsből. Az alsó ösvényen Sunstar és Haslin már bizonyíthattak, már játszhattak LCS-ben, igaz keveset, Sunstar 4 meccset játszott, Haslin 2 darab meccset játszott, Haslin eddig ezen kívül Brown-t játszott mind a két meccsen, egyet nyertek, egyet elveszítettek, tehát ki tudja, mit tudja. Ugye ezek a meccsek inkább a LCS-ben való bennmaradásért voltak, ugye, akkor váltott a Giants, és azt mondta, hogy a cseréket, akik eddig cselepedon voltak, behozzuk, megnézzük, hogy mi történik. És bennmaradtak. És bennmaradtak, és beváltak, viszont jött két új ember, a dzsungel, illetve a középső ösvényre, már nem X-Pepi lesz, vagy Pepi. És uram, bocsá, ezt ki kell mondanom, és vállalom a pártatlanságra törekvés mellett, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy irgalmatlanul jó vérfrissítés a Giants részéről. Nem biztos, hogy az eredmények terén ez megmutatkozik, de úgy érzem, hogy kellett már tényleg konkrétan a vérfrissítés, és ha már megnézzük a tavaszi évadot, akkor is kb. Pepi volt az egyetlen egy tag, aki köré mindig próbálták építeni a Giants-et, de el kell jutni odáig egy csapat vezetőségének, hogyha valami nem működik, azt kimondjuk, a problémát észrevegyük, és ha nem sikerül rajta egyik módszerrel javítani, akkor jön a másik, azaz Pepinek az eltávolítása, és Pepi nem tudott úgy de még visszatérhet persze valamikor, csak nem tudta tartani. Én azt mondom, hogy Pepi nem tudott úgy teljesíteni, hogy köré építsék ezt a csapatot. Picit hasonló helyzet volt, én úgy gondolom, a Rocket házattáján, hogy Beci köré szerettek volna mindig összepakolni egy csapatot. Azzal a különbséggel, hogy Beci tavasszal is megmutatta, nem egy meccsen, hogy miért szeretnének köré építeni egy csapatot, és hogy mennyire jó középső ösvény játékos. Ezt én úgy gondolom, hogy Pepi nem tudta teljesíteni, és nem tudta megmutatni ezt sem a csapatnak, sem a szurkolóknak, hogy igenis érdemes ott maradni. Ugye a két új játékosról, akik aztán ténylegesen újként érkeztek, túl sok információ nem lehet róluk tudni. Knight, neki csak a régi nevét tudjuk, az, hogy Moon volt, és egyébként Koreából érkezik, de komolyabb csapatban még nem játszott, igazán nagy dolgot még nem tett le az asztalra. Én úgy gondolom, hogy itt van Európában, és itt el lehet kezdeni úgymond a karriert. És hasonló egyébként Max Lore is, aki egyébként a
Challenger Series-be játszott, méghozzá az Inspire csapatában, akik egyébként az elődöntőig jutottak a Challenger Series-be, a Humától kaptak ki. Ott volt ő dzsungeles és európai származású, tehát hogy azt hiszem nagy brit állampolgár az úriember. Én azt láttam a Giantsnél, hogy ténylegesen egy friss új csapatot raktak össze, és hogyha még most nyáron nem is, de esetlegesen a következő tavaszi szezonra, ha együtt marad ez a csapat, akkor mindenképpen be tud érni. És egy ilyen új, friss emberekkel megtűzdelt, tényleg Challenger Series-ből, vagy még nagyon kevés LCS részvétellel, vagy tapasztalattal rendelkező csapat, az ki tudja majd magát nőni, én úgy gondolom. Egyértelműen, és hogyha azt megnézzük, akkor rengeteg sok olyan úgymond rookie csapat volt már nem egyszer, sőt az elmúlt három évadban csak rookie csapatok voltak a döntőben, legutóbb erre a G2 az meg is tudta ezt nyerni, és ugyan a Giants mint név már régóta ott van az EULCS-ben, de a csapat összetételét tekintve kimeríti a rookie kategóriát, tehát nem tudom, az új fiú... Újoncokat toboroztak. Igen, abszolút, tehát lehet, hogy ők is tudnak mutatni olyan teljesítményt, amelyre nem számítanánk. Ugye pont ezért nagyon fontos az ilyen újítások, az ilyen újítás, mert ugyan előfordulhat, hogy egy igazán tehetséges játékos nem fog megbújni, és most nem az igazán tehetséges, azt nem úgy értem, hogy igazán tehetséges, hanem mondjuk Faker szintű igazán tehetséges játékos, nem biztos, hogy megbújik és egyből kiderül, de mondjuk a következő ilyen szintű játékos is először is nyilván abból a kategóriából jön, tehát kell vért frissíteni, kell próbálkozni, és baromi szép mérkőzéseket láthatunk, lehet, hogy elfenekelik a Fnaticet. És tudod, kire leszek rettentő kíváncsi, hogyha most már kicsit visszatérünk a Fnatic oldalára. Ez nem más, mint Febiven. Változott a középső ösvényes meta. Neki az egész tavalyi meta, illetve ezek az egész tank, top, carry, dzsungel, és nekem valahogy adaptálódnom kell ehhez a játék stílushoz, és akkor korkikat kell hozni, vagy bármi olyan hősöket, akikkel tavasszal játszottak, nagyon nem feküdt, ezt többször nyilatkozta is interjúkban, elemzői asztalokon, hogy neki ez a meta most egyszerűen a halála, beválasztja azt, amit a csapat akar, de attól függetlenül teljesen más hősökkel jönne. Nem nagyon tud érvényesülni, amit még szeren. Na most, nagyon sok változtatás érkezett, Kíváncsi vagyok. Én a Vladimirt azt én várnám a Febiventől, mert tartja azt a kategóriát, és így van a másik, a cipő nélküli Cassio. Cipő nélküli hattárgyas Cassio Pelya, aki egyébként a 6.10-es frissítésben még erősítést is kapott. Mert miért? Tehát azon kívül, hogy a változtatás is szerintem már nagy erősítést, tehát a röghöz kötés az egy vicces CC forma, illetve a nagy V alakú, vagy hát legalább félkör alakú mérgezés az mindenképpen jó tud lenni, tehát akár még egy ilyet is. Én szívesen megnézni. Hát Singernek csorog a nyála, amikor látja azt a méregfelhő mennyiséget, az biztos. Viszont kezdetét veszi, hölgyeim és uraim, a mai este utolsó összecsapása. Fnatic és Giants birkózik meg egymással BO2-es szériában. Át is adjuk a szót a kommentátorálásnak. Üdvözlöm mindenkit, mi is a kommentátori állásból. Fnatic Giants. Szia, Darcig! Szervusz, Pierce, ez gyors volt. Nagyon régen nem adtam át neked ilyen hamar a szót. Igen. Úgy gondolom, megtisztelek most vele. Nagyon szépen, köszönöm. Kérlek. Fnatic Giants. Mit gondolsz erről az összecsapásról? Jó lesz. Köszönöm szépen. Igazából sokat beszélgettünk arról, úgy gondolom, hogy így egymás között a szünetekben is, hogy a Giants hát egy kicsikét szintén újra formálta magát, míg Fnaticnál csak arról beszéltünk, hogy Yellowstar visszatér. És ugye azt hiszem a nap elején emeltük ki azt, hogy a G2 egy csomagot kapott az alsó ösvényre, hát a Fnatic visszakapta az előző éves csomagot. Yellowstar és Reckless formájában. A legutoljára, ami tényleg a fülembe mászott információ bucitól, amit nem is nagyon emlegetett nekünk itt a szünetekben, hogy tényleg
Febivel el van tűnve, el volt tűnve. Legalábbis a kiemelkedő teljesítményt annyira nem tapasztaltuk, főleg ugye az előző metában. Azért még azért tennék hozzá egy pár szót, hogy azért voltak olyan löbbankjai tavasszal is, amik így leakasztották az álladat, de hogyha ő behoz egy kasztyúgot, mazahát, Vladimir, bármi ilyesmit, akkor biztos, hogy összefőjük teljes mértékben rosálni a bokánkat, mert az nagyon durul lesz, amit fejűben tud vele produkálni. Ő úgy lett híres, és úgy került be igazából a körfogásra, hogy az apukája is mondta, hogy egyszerűen ő nekifekszik, és tehát a maximumot hozza ki abból, amit ő úgy gondolja, vagy úgy véleményezni, hogy jó lehet. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlan játékot képvisel, de amikor arra fele törekszik, akkor ő az, aki még egy óriási kutya lehet, ha illetve, már most nem az. Ugye a maradó játékosai a Fanatiknak, akik a rengeteg változtatás után maradtak Febiben, illetve Reckless, nagyobb, hogy is mondjam, felelőssége kellett, hogy szemben nézzenek az előző splitben. Ez azt jelenti, hogy ők hozták a hívásokat. Uh-huh. Febiven, illetve Reckless. Ez most eltűnhet tőlük, mert Yellowstar visszatért, és ismételten átveheti ezt a pozíciót a Fanatikban. Tehát itt nem az a kérdés, hogy Febiven vajon most mennyire tud majd fejlődni, vagy mennyit fejlődött, hanem az, hogy mekkora terhet tudnak levenni Febiven, illetve Reckless válláról, ami igazából összességében annyi, hogy Yellowstarnak nem kell mechanikailag baromi jónak lennie, még ha esetleg az is, hanem a többieket kell jobbá tennie, felszabadítania őket, és lehetőséget biztosítani a szabad játékra. Én egyébként úgy gondolom, hogy van is erre lehetőségük. Az összeszokottság az összességében megvan az alsó ösvényen, rengeteg közös érdeme van Recklessnek és Yellowstarnak, és az előbb egyébként volt is egy pár pillanatig kameraképünk, ahol láthattuk, hogy Yellowstar mennyire boldogan ül egyébként ismételten a Fanatik színeiben, Yellowstar? Reckless oldalán. Ezt ki is akartam emelni, hogy nem tudom ki az, aki követte a TSM-en látott pillanatképeket, Facebook posztokat, nagyon meg volt szeppem a Yellowstar. Nem érezte igazából ő kellemesen magát Amerikába, ezt szerintem mi így ki tudjuk valami, amit legalábbis kívülről sugallott. És teljesen más, amit ugye, ha valaki hozzáadja nevét egy olyan produkcióhoz, hogy majdnem veretlenül jutsz el egy bizonyos pontig ugye az LCS folyamán, aztán pedig mész bukdácsolni egy másik régióban, és ezt igazából Yellowstar meg is hínlette szerintem ezt legalábbis egyénileg, illetve a csapatba való beilleszkedése nem volt szerintem teljes mértékben tünet és hibamentes, vagy zökkenőmentes, teljesen más beülni egy régi ismerős mellé, és na haver, akkor oldjuk meg az esményt. Abszolút. És ezt ugye még csak a Fanatik oldaláról mondtuk el, viszont szerintem a legérdekesebb összecsapása a mérkőzésnek természetes módon a középső ösvény lesz. Ott viszont a Giantsnél nem X-Pepi lesz az, aki ismételten óriás lehet, hanem Knight, aki viszont egy rendkívül meggyőző középső ösvény, és akit itt még ki kell emelni, az Maxlore, aki a dzsungeles a Giantsnek, és hát az alapján, vagy amiatt lett híres, mert rá szokott feküdni egy-egy ösvényre, ami szerintem jól teljesít. Uh-huh. Na már most, ha úgy gondolja, hogy a középső ösvény jól teljesít, és ezzel Febivent meg tudják fogni, az már egy win condition lehet a Giants számára. Ugyanakkor itt megint csak visszatérnék a Fanatiknál arra, hogy Yellowstar az egyik legismertebb olyan támogató játékos, aki bók leszni szokott. Na most, hogyha 3v2-es szituáció alakul ki, Knight és Febivent középső ösvényén, fú, ez már nagyon mély. Lesz buli. Szerintem ez a meccs, ami a legtöbb meglepetést tudja nekünk és számunkra tartogatni. Itt az, amiről, ahonnan tényleg nem lehet elindulni, csak egy-két pontból. Giants erősödhetett, lehet. Fünnetik újra a régi párosát alakotja az alsó ösvényen. Felülennel kedvező meta jött. Ennyi. Nincs több infód arról. Én arra vagyok kíváncsi, hogy AD midesei, mert neki rengeteg AD középső ösvényes karaktere van, azokat ki hozza-e? Most ugye Sejmövvel Zedót itt például nem tudsz leszedni. Miért ne hoz neki például egy Zedet? Ő egyébként régen, nagyon régen egyébként szeretett Riven középső ösvényt is játszani. Uh-huh. Most még a tárgyak is valamelyest kedveznek Rivennek, a hasítóbárd, a haláltánc, minden. Lehet, hogy leállott egy petíciót, hogy igen? Neki jobb legyen az ELC-hez való közreműködés, és alakítsák felé a klienst az ő mérlege felé. Bilenye persze, ez csak egy vicc volt, nagyon katasztrofális, de egy a lényeg, hogy a Giants játék, a felsősen játékosánál volt a kisebb, a Danikai Malheur, továbbra is mi is hangoztatjuk, mint a Riot Games által szerintem nyugodtan megoszthatjuk, hogy azért a második stúdió felépítése és berittyentése, így mondta a nyári szezonra, azért mindenképp nagyon sok munkát igényelt, bezzegnek, és szerintem nagyon sok hibát is eredményezhet, mert azért a hibafaktor mindig, és Murphy sohasem alszik.
Valami mindig éppenséggel lehet, most is volt, mai nap is már ugye legalább kétszer akadásunk, a YouTube Twitch is megállt, hál' Isten nem miattunk, ezt mi elnézzük. Tehát ahhoz képest, hogy nekünk két hétig nem volt jó a netünk, ez apróság. Mi van, megvettem a bulit? Kicsit. Miért? Mindegy, szerintem tegyünk úgy, mintha az elmúlt 5 perc nem történt volna meg, és akkor viszont a gyengeségei a Fanatiknak... Darcik és Pirc. Ismét. Hát azt mondtam, mint nem történt meg az elmúlt 5 perc, az kb. Addig vett a tető vissza. Kösz. Egyébként még mindig egér problémák. Jön a csapó, várjál, jön a csapó. Csapó, kettő. Üdvözlöm minden kedves nézőt a mai nap utolsó előtti mérkőzésén, ahol a Fnatic és Giants fog összecsapni egymással. Ez nem jó, múlj, hagyjuk a néve. Szevasz, Darci! Halió! Halió! Szóval Reckless és Aerostar újra egymásra talált. A Giants teljesen új felépítést, nem tudom mondani, ugyanazt újra megmelik, hogy fog hangzani. De ugye a technikai malőr még mindig fennáll, hamarosan lehet információs fogunk erről majd kapni. Maxlor egér probléma, az egeret cserélgetik nála. Igazából már a harmadikat hozzák be. Amennyire messze ül a gépétől, valószínűleg ő még nem alkalmas arra, hogy belépjen ugye valahogy az idézők szurdokába, hát még előtt a lobbiba se. Nagyon, de szerintem hamarosan elkezdjük végre ezt az első bajnak választást. Pár pillanat, mondjuk most. Ez megérzés volt. És konkrétan bajnokválasztás érkezik most. Azért ehhez érted? Az évek és a rutin. Az, igen. Lucian tiltja ki... Bemákoltam, mint a húzat. Lucian kitiltja a Fanatic csapata. Első választás joga náluk van, tehát ők ezt a karaktert nem szeretnék játszani. Lehet, hogy van valami különlegesebb választásuk. Három lövész mindig kiemelünk. Jelenlegi metában az ugye Lucian, két, illetve Sivir. Ebből egyet már megfosztanak a Giants-től. Kérdés csak az, hogy vajon mind a kettő elérhető marad-e, amikor a tényleges választások érkeznek, avagy még érkezik egy tiltás erre az alsó ösvényre. Az minden esetre biztos, hogy Rise a középső ösvényre Febivenhez nem fog jönni, ugyanúgy, ahogy Maokai sem, Smithy J-hez a felsőre. Maokai, Lucian, Rise, ahogy már te is emlegetted, Smithy J-nek pedig is a csapat nevében van lehetőséget tiltani Spirit elől egy Nidalit, hát szerintem az Udyr az, ami most nem ilyen fog jönni Spirit-től, hát nem a Spirit Guard Udyr. Gemzu az, aki a fölöntőre, mert szerintem kitiltatja igazából még azt a középső esményest, aki valószínűleg legnagyobb fájdalmat okozhatná a fölöntőnek, talán a Vladimir a mai napok látottak alapján. Azért lehetne még azt mondani, hogy talán a nyári szezonra sem fog túlságosan messzire menni. Láttunk ma jó azért, láttunk ma rossz azért is, tehát nagyon 50-50 százalék, de végül Vladimir lesz a legutolsó tiltás. Én úgy gondolom, hogy a mai nap meccseit is, hogyha nézte a Fnatic és a Giants, akkor látták, hogy mégis mire képes ez a karakter. Sajnos egy fókusz igényel, mindenképp rá kell feküdni, és emellett persze Febiben az, akit nem akarsz vagy miért látni. Három Gattier választást tilt ki a Fnatic. Első választásig a náluk van, tehát itt az iszonyatos kérdője, hogy mi az, amit mégis el akarnak akkor hozni. A következő dzsungeles is ki van tiltva a Giants jóvoltából, ami nem más, mint Kindred, tehát nem sok választás marad, én úgy gondolom, hogy Grace még mindig elhozható maradt, viszont Yellowstar-nak egy Braumot hoznak el, így a kezdeményezés, illetve a védelem az már adott. Piszkálódó kompozíciót pláne a Nidalee tiltás után szerintem a Giants nem fog megpróbálni. Érdekes kezdés a Fanatiktól. Ugye Alistar is lett volna igazából kapóra jöhetett volna Yellowstar-nak, viszont ugye a TSM-ben nagyon sok Braumot játszhattak vele. Valószínűleg nem véletlenül is, ugye a Braum itt jelen pillanatban Reckless mellett nyugodtan jól produkál, hát hogyha ne a Lucian helyett, ugye elhozza mondjuk valahol a Sivirt is akár. De ugye az biztos, hogy a Trandy választás bent van, esedékes lehet, de lehet, hogy nem az első között kell, vagy muszájunk majd elhozni. A Hirisang Trandy választása szerintem most annyira nem érdemes el kitérni, az a meccs tényleg sajnos egy vágó híd volt a Unicorns of Lab számára, de mégis időben hozzák fel a Trandy-t. Úgy gondoltam, hogy ezt kicsit később lehet volna halasztani, de elhozzák. Echo. Egyelőre van egy echo-nk, így van, nem tudjuk róla, hogy középső vagy felső is meg. Valószínűsíteni lehet. Mester János? Nem, Spirit Lee színezik. Ennek is nagyon, de nagyon örül az egész csapat. Főleg én. Akartam mondani, hogy a Mester Jánosnak jobban örültél volna a hangod alapján. Bár jó, de Mester János azért lett volna jó, mert jó lett volna nézni, hogy másik oldalon, hogy a Max Thor leüt az agyát Lee színnel. Aha. Jól van, persze. Oké. Az ír középső ösvény Knighthoz, aki ez viszont talán a játék kezdetén kell is neki majd az a megsegítés, amiről beszéltünk Maxlor személyében, ugyebár nem tudjuk még, hogy ki lesz a dzsungeles a Giantsnek. Vagy felsősvény, vagy támogató Trundle-t tudunk, Caitlyn-t illetve azért látunk, de még egy kicsikét szétszórt kompozícióval rendelkeznek, még a választások nem véglegesek. Amit viszont tudunk, hogy a Fnaticnál van egy
bombabiztos frontline Echo, valószínűleg Echo, illetve Braum személyében, illetve a játék korai szakaszára is ott van azért a kellő hangsúly, amit ugye a Unicorns of Love-tól nem láthattunk Lee Sin személyében. Edison gondolkodik, nem, ezt valószínűleg elhozza Max-tól, elmondom miért. Igazából nagyon sokszor elmondta tavasszal, hogy Eris a továbbfejlesztett Lee Sin, vagy picikével másabb, de ő is majdnem egy Lee Sin. Igazából azt a fázist tudják megtolni a játékban, ugyanazokkal a képességekkel rendelkezik körülbelül, kívül egyik ő csak lassít, vagy arrébb rúg valakit, a másik pedig úgymond leköti a gubóval, de ugyanúgy a hármas szintől kezdve ők már elkezdhetnek pályázni az első rajtaütésekre, illetve igazából ez a két típusú karakter egymással szemben is nagyon jó párbajt tudnak levívni a jungle-ben. Reckless Kalisztáját annyira én nem teljes mértékben értem, de az biztos, igen, hogy, hogy a Braumotnak a bedobása nem lehet egy rossz döntés, de a császári phalanx is, ha letaláltam, Tarik is lett volna, amit én most kérdőjelre mondnék, hogy a Giants miért hozzá Tarikot, amikor igazából három olyan karakter is van, de kettő biztos, aki annyira nem szeretne Tarikkal együtt döbbe szaladgálni a küzdelekben, hanem inkább a távolságot megtartani. Ugye azért is, és Kaitlyn sem arról híres, hogy oda kéne mennie az ellenfél játékosai mellé, már pedig Tarik ugye végül is bevezeti a csatába a társait. Viszont a LeBlanc, emlegettük, Febiben elhozhatja, el is hozza, azért meg lehet büntetni. A kérdés, hogy kifárasztás marad-e, vagy a megtisztuláson gondolkozhat Knight egy picit olyan láncok elüli menekülés miatt, de a csúszás, ezeket végülis lehet korrigálni még az elején. És más olyan végső képesség, mert sokáig tart úgymond téged a földön, az nem igazán van. Tehát nem annyira igényelte a megtisztulás most. Két lehetséges kimenetet látok ezen a mérkőzésen. No. Vagy a Fnatic korán nyer, vagy a Giants később nyer. Tehát ez igazából a választásokból szerintem így nagyon látszik. Jó, hogyha 45 perces a meccs, akkor még igazából Kalista a játék legvégső szakaszára megmutathatja, hogy miből is készül, de Kalisztát nem lehet. Pont ezért, te is ugyanazon akadtál fönt, hogy Kalisztát... Van egy erős ösvény fázisa, egy kicsikét gyengébb, mivel kevés tárgy van, csapatharc fázisa majd a 30. perc környékén, mert nem igazán tud a közelébe férkőzni az ellenfeleknek. Aztán utána a játék végső szakaszában megint csak szóló kerés szerepet ölthet fel, de én nem tudom. Úgy gondolom, hogy Recklessnek valami nagyon különleges tárgyválasztása van erre a mérkőzésre. Mert hogy a régi tárgyakkal most nem hozta volna. Nem. És ugye maga az is, hogy a Fnatic vagy gyorsan fog nyerni, abban a Kalista nem igazán tartozik bele, mint a gyorsan nyerő karakterek. Pontosabban ő nem az, aki megtolja ezt a gyorsan nyerő fázisnak a nyerési rátáját, hanem úgy van a Kalista. De mondjuk hozzá van a bármi mást. Még a Tristan. De látod, hogy milyen gyorsan választok. Nagyon gyorsan. Tehát itt van benne valami trükk, amit mi nem tudunk. Valami logic, valamit mi nem logikolunk ki. De, ja, stop, mindegy. Lehet olyat fog produkálni, hogy ide fogsz mint menten pipilni, de nem ez a valószínű. Legalábbis így első ránézésre. De továbbra is a nyári LCS ma kezdődött el. Nagyon sok a kérdőjel, nagyon sok az az információ, mert le vagyunk maradva, mert nem adta ki és nem adja ki a csapat magából, mint stratégia, trükk, terv, felépítés, meták, új meták, mit tudom én. Pontosan azért, hogy itt meg tudják verni a másikat. Trandall felső ösvényről is beszéltünk már. Ó, az aztán villanás, kettő és hármas, jó a lassítás, kifárasztás, meg Slor pedig itt fogja hagyni a fogát. Ráadásul Reckless, na ezért hozta a Reckless a Kalisztát? Nem ez a baj, Yellow Star vakon átvillant a falon. Az állat érezte, hogy valaki ott bűzdik, még pedig Elis. Nem igazából Spirit látta, Spirit pont nem, de a karakterének valahogy volt rálátása. Érdekes, wow. Nagyon érdekes. Wow, már most. Yellow Star, nem tudom mennyivel nőtt az a szemben. Amúgy igen, Yellow Star visszajött Puff első gyilkosság. Igen. És nem is akárhogy. Tehát így ez Yellow Star megjött Amerikából és na mi van Európa? Körülbelül. Kemény. Az az első gyilkosság is ráadásul pont a meglepi pickünkhöz került Reckless Kalisztájához. Három darab idéző képesség, amit egyébként áldoztak ezért. Recklessnek megmaradt a gyógyítása, neki ezt nem kellett beáldoznia. Max Lornak viszont a villanása szintén hát nem elérhető még nagyjából 4 percig, tehát egy rendkívül érdekes kezdése a mérkőzésnek. Egyébként az ösvény cserét a Fnatic csapata fogja kezdeményezni. Nem is csodám egyébként, hogy egy Kalisztát Caitlynnel szemben nem szeretnének küldeni. Hát és igen. Hasten és Sunstar az, aki az első ösvényt meg fogja tolni viszonylag hamar. Ráadásul ugye Max Lore és Smithy J is tudna érkezni az első ösvényt. Igazából 4 fővel tudják tolni az alsó esélyen külső tőle, de ugyanezt meg tudja csinálni majd igazából a Fnatic is. Tehát a tükörfordításban zajlik ez a mérkőzésnek ezen fázisa. Valószínűleg a két külső torony be fog majd dőlni hamarost. Hamarabb lépi meg Knight a középső esélyen a kettes szintet, de mihelyes ezt kimondtam.
AD Spirit fordulata be Azir mögé, kettő pedig az Amafogani szintén kettes szintű lett. Nála az égetés, míg végül a kifárasztás helyett Knight egy gyógyítás hozott. Végül. Tehát nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ki mikor használja az idéző képességét, mert vagy nagyon jó lesz, ugye elfegben égetése pont jókor fog jönni, vagy még Knight idő előtt megvékezzi az érkező sejtősek a töbletét. Először pedig ugye egy felhő sárkányunk lesz majd, ami azt jelenti, hogy a plusz mozgás sebességet hozhatja el, akármelyik csapat is rendelkezik majd ezen erősítéssel. Uh-huh. Úgy néz ki, hogy McClure és Spirit Jungle cseréltek. Vagy más nem történik. Egy kicsit lemaradva McClure ugye szint tekintetében, ahogy ezt láthatjuk remekül, lassabban fogja befejlődni ezt a hármas szintet, miközben az ösvénycsere ugye már tornyokra megy, ebben úgy tűnik, hogy a fanatik gyorsabban tud majd jeleskedni, ha minden így. Közben ugye, ahogy mondtuk is, az ösvénycsere által azért Spirit mindenképpen jobban kezeli az élet erejét, mind a ketten a visszatérő italokat vásárolták végül, meg így igazából arra nem kell költeni ők semmilyen fabatkát sem, minden egyes visszaérkezésnek két életerő italal fog majd növekedni a kis pici bázisok, egy picikével hamarabb fejezte be a Giants a külső tornyat, mint a Fnatic. De mind a két oldalt megosztott arany elhozatalnak láttunk szemben, tehát a plusz torony arany az nem kerül a felső ösvényesekhez egyik oldalon sem. Ők most ezen a játékban még inkább lassabban fognak elkészülni majd, amikor eljön az ő idejük, akkor fognak igazán farmolni. Viszont az első gyilkosságban továbbra is azt kell mondani, hogy egy kis plusz két támogatás is jött, tehát nagyon szépen sikerült elosztani ezt az összeget, ami mindig egy magabiztos 6-700 arany előtt jelent a Fnatic számára. Persze ez nem jelent annyit, hogy most úristen ütjeték a meccset minden sárkány az övéké, de jelen pillanatban azért ez a kis pici előny még nem csökkent és nem is nagyon fog. Sőt, az első tárgya Rek lesznek. Hát most nem úgy, mint hogy megszokhattuk letaszított király kardja, legalábbis jelen esetben, hanem három darab tőr, amiből valószínűleg majd a runán készülhet el először gyors ösvénytakarítás véget, ami egyébként két ünnél is a megszokott első tárgy szokott lenni. Szóval mivel ő neki is korábban kellett hazatérni, és nála nincsen első gyilkosság, ezért nála egy darab tőr van cipővel kiegészítve. Így is fél perc, Hastin pedig jön föl. Ugye a társa mellé az ösvényt tologatni, az alsó ösvény párosok mentek most arra az ösvényre, ahol még a külső torna az ellenfélnek áll. Ugyanazt a metát követik majdnem minden egyes mérkőzésen a csapatok, hogy a külső ösvény külső tornaitól meg kell gyorsan minél hamarabb válni, ahogy csak lehet. Persze, hogy itt történik különbségek miatt, hogy lehetne valakinek kisebb fajta előnye. Szóval Reckless már, ahogy csak lehet, cibálja a minionokat, neki előnye van is Sunstarral szemben, és nagyon jó a sebzés Knight-től, viszont a lánc talált Febiventől, ami azért eléggé kellemetlen lehet majd a hatos szinteknél a kedves Knight-ra. Sokkal gyorsabban tudja feltolni az ösvényt jelen pillanatban Knight, tehát egyrészt a farm előny, másrészt így a cserékből is jóval aktívabban ki tudja venni a részét, uh-huh. A Negatron palást pedig, hát látod mennyi életerőt megspórolt a középső ösvényes azértnak, aki alapvetően is egy újítás miatt szerintem nem nagyon lesz veszélyben még egy jó ideig. Minden esetre Febiven egyelőre próbál aktívan részt venni ezen a középső ösvényen, hogy ez mennyire sikerül, az pedig mindenki döntse el magának. Második torony dőlt az alsó ösvényen Fnatic jó voltából. Egyelőre a Giants lassabban fog reagálni, viszont Smitty J megkapja majd a bónusz aranyat. Uh-huh. Öt és fél percig pedig azt kell még itt megfigyelni, hogy a kedves Feliben Urfi, ugye ő még egy dorángyűrűt vásárolt, míg azért Knight azt mondta, hogy neki kell az a kis pici palást, kell neki az ellenállás LeBlanc ellen, teljes mérdően megértem. Ha Korki is, valamikor tavasszal Korki is jött LeBlanc ellen, neki minél hamarabb kellett igazából az a kis bizonyos ellenállás, ugye. És ugye a két lövész közti aranykülönbség az még mindig egy gyilkosának köszönhetően eléggé horribilis. Majdnem 500. Eléggé horribilis, ami azért egy hazamenetel, egy vásárlásnál, egy törésnél, egy határnál nagyon jól tud jönni, amikor plusz 500 aranyat kell beosztanod ahhoz, hogy sebzés képvisel csapatodban. És ezt Reckless most jobban meg tudja osztani. Ursa, mert rohan rá Hustlin, igazából így Gemzu büntetése most elmarad. Nem is csak a lövészek közti arany különbség. Látsz mellé. Uh-huh. Pedig alapvetően egyébként az is elég fontos része a mérkőzésnek, de a dzsungelesek között, mivel Spirit jobban tudott ideig haladni, mint Megszóra, aki egyébként az első gyilkosságba bele is halt, ezt megölöm. Megint itt vannak a szellemeink egyébként. Kajak, ilyenkor kiráz a hideg és megijedtem. Tehát van egy ablakunk, ami van egy fekete redőny, és néha fölszel. A rugás jó közben. Fölszel a magát, a Knight pedig égete van közben, hiába gyógyítana neki, ez már késő. A hanghullám ki is jött felé, hogyha ne tehát a villant volna, de meg az első gyilkosság után most már a második is, és 2-0-val vezet a Fnatic. Cserébe viszont a Giants mit csinál? Az alsó ösvényt nyomja előre megállás nélkül, három emberrel Gemzu, hát nem igazán tud mit kezdeni. Dehogy így... nem, farka szemet nézni.
jó távolra, tehát ez a bátor farka szempont. És még teleport is pluszba! Mit csinál a Giants? Hibás kezdeményez, miközben a felső ősén a Fnatic ugyanúgy megy tovább. Hát igazán mind a két oldalon van egy célpont, egy torony, és a Fnatic is baromi jól reagál két emberrel. Még itt négy emberrel. És ez az, hogy tudják tartani a lépést úgy, hogy igazából fele annyian vannak. Köszönhetően annak, hogy igazából az a Kalista iszonyat támadási sebességgel már most rendelkezik, és ezt ki tudta használni a korai torony elhozatalnál. 8. percnél pedig kijelenthetjük, hogy igazából 3-ból 2 ösvényen a Fnatic az, aki jeleskedni tud. Szép játék, nincs erre mi más mondani, és Sniperig jönne be a császári fal, az pedig horribilis, a rossz, és Spirit nem is villant ezért a menekülésért. Még a lassítás az jó, de az utolsó homokkatona, amely ketté szeli testét. Így Spirit meghal, kicsit szépít a Giants, de azért 1300 aranyelőmű mindig megvan. És sárkány szedés még nem történt meg, pedig az a felhő sárkány azért annyira, de annyira nem vészes. Főleg, hogyha a Fnatic kompozíció a játék első felére akarna ugye valahogy kiélesedni, akkor az egy kis puszsebesség nem állt. Max Lore az, aki a villanását ugyan feleslegesen elhasználta, viszont a támogatás az ettől függetlenül megvan, és ezt a gyilkosságot többre tudja fordítani. Jelen esetben például Sunstar felső ösvényen meg fog degleni. Így van, a Braum kábítása ki is jött, Sunstar villan, de hogy minek? Nem sok értelmét láttam éppenséggel, a Reckless pedig visszafele mozgása miatt nem állt bele kétnél a képességem, és így biztosan nem halt meg, bár ez a Braum pazs éppenséggel fenn volt, illetve a Recklessnek az idéző képesség is elérhetőek voltak. Maga biztosan Reckless begyűjti a kötelező gyilkosságot, hogyha már Yellow Star az asztal elé teríti, hogy ne havered meg finom falat. Ez abban Recklessnek volt alapvetően jó az a kezdeményezés a végső képességgel, hogy a döntést kihozta, azt ugye már a mérkőzés előtt egy kicsikét taglaltuk. 3-1 a gyilkosságok állása, és a 3-ből 2 az ott van a Kalisztán, tehát egyelőre ez egy jó választás volt, bármennyire instalok szaka is volt. És a Kaliszta, ugye szokás mondani, hogy a játék végső szakaszán fog majd kiegészülni ugye egy vadorzóvá, de azért ezekkel a 3, meg a 2, meg nem tudom hány gyilkosságok viszonylag hamar lehet előrehozni a játék végső szakaszát számára, legalábbis tárválasztás terén. 9,5 percnél már letaszított király kardja van. Egészségére máig, az azt szerintem már most pusztítani fog körülbelül egy V1-ben, bárkivel szemben. Aha. Főleg, ha idéző képességei ugye játék elejé óta megmarad neki. Uh-huh. Nem volt szüksége azt használni. Illetve egyszer, amikor az első jó, hát egyszer, jó, az Isten, akkor belefért. A gyilkosság én is villanék, hülye vagy, hát a vérszem nálam is mindenképp egy betegség. Az a baj igazából, hogy ezzel szemben viszont a Caitlynnek van a 20-farmos lemaradása, 2 gyilkosságos lemaradása. A reflexi meg egy csákány, tehát sebzés és támadás sebesség is. Ó, oh, jó a gubó, jön Yellow Star közben, Max Lore-nak pedig menekülnie kell, és hátul Husty valahogy még segíteni. Jó az őrszem Yellow Star, pedig látják pontosan hány ember érkezik, szám szerint 4. Még középről jött volna Light, még ugye oldalra végig is Sunstar ért volna ide, és Bell Light a fésekben, jó a gyógyítás, és LeBlanc nem tudja lekövetni, de villan még fejben, és gyönyörű a császári palac! Light mit menekül közben, így fejben sajnos elmélázza, égetése is volt neki, és nem rakta ki Light agyára, pedig az, amely gyilkosságot szedett volna biztosan! Szám szerint körülbelül 3 darab jaj lehetősége volt az égetést érvényesíteni, ami egy biztos gyilkosság lett volna, gyógyítása közelben se volt, igazából nem is elérhető Sunstaron, tehát szerintem egyszerűen csak nem akarta beáldozni Febiben, és ez egy ilyen mohó nem gyilkosság. Nem is értem, hogy ha égetés az ember milyen szívesen áldozná, még az KS-re is jó lehet, ha nem vagy a közelben az elején állakni, de valamiért Febiben nem tette rá. Ő tudja, hiszen ebből egy Knight el tudott menekülni, a tornától majdnem, hogy búcsúznia kell, sőt, búcsúzni is fog. Így van. Közben még azért a klódnyával játszik egy kicsit, aztán eltűnik a tett színjeiről. Yellow Starnál már most láthatjuk egyébként a már tőle jól megszokott ikonikus választását, a sárga cipellőt. Így igazából a plusz mozgási sebességgel a bóklászása az, ami kiteljesedhet, láthatjuk is ezt, hogy éppen bekapcsol a felső ösvényre. Megint érkezhetnek, nem szabad elfeledni, az előbb is ott hozták el a gyilkosságot. Abban az esetben Sunstar ellen, most Smitty J az, aki terítéken állja. Válasz ugye 3-1 és a sutyarák vesződésével azért a Fnatic most baromi jó szituáció van ahhoz, hogy a hírnököt is bármikor elhozhassa. És azért ezt megbeszéltük már a nap elején, ugye ma 5 órakor délután, hogy azért a hírnök az most egy olyan objektum, amit nagy hiba kihagyni, ha van rá lehetőséget elhozni, mert 20 percig egy nagyon kényelmes szituációt ad neked azon az ösvényen, amelyiken éppen játszol. Legalábbis ezeknek a felső ösvényeseknek. Tehát a Trundle az maradhat az ösvényén 20 percet, tök vígan megteti, Echo úgy szintén.
hogyha olyan felső ösvényesed van, teszem azt, mint például Kenen, aki csapathharcorientált, ő nem fogja kihasználni. Tovább szépen. Értem, mit akarsz mondani, de ugyanúgy még Irilliának is, stb. Tehát a tankosabb, tényleg Bruiser karakter, ennek tökéletes igazából ez a bizonyos választás, de akár egy Rengar is, hogyha felső ösvény jönne, netán, de elszíjezze, talán nyáron hátha, akkor őnek is el kell mennie, vadásznia kell, gyilkolnia kell, ő az, aki megint csak nem biztos, hogy annyira ki tudná használni, mint például egy Nasus. Na hát neki ez egy aranyéletlen apukám. Hülye vagy, hát hírnak is még ezt jól is csinálja. De amikor 20 percig csak a felső ösvény látja a térképen, neki figyelj, még az jó is, és jön közben rekeszt az alsó ösvény, épessége mellé az a bizonyos... Teleport. Vajjaj, Sunstar a rajta kifárasztás, itt nem volt eddig sebzés Yellowstar, az elején jelent, Reckless most gyógyít, majd villan. Gemzo válaszol, jó az a párhuzamos valóság, így Gemzo ki tud menekülni ebből a bizonyos hatából, ahol már Yellowstar meghalt, és hozzatenném, hogy nem villant Yellowstar. Sokáig várt arra, hogy odaérjen a csapat, de addig ott hagyta a fogát a kedves Yellowstar, és igazából hogy a Giants felülősödve jött a középső ösvény, utána az alsó ösvényre valahogy ostromolni. Látjuk, hogy Knight visszament a középső ösvényre. Ő szeretne ott is a külső tornát valahogy elhozni, de most az égetés elérhető, mert az előbb nem volt kihasználva. Most nagyon veszélyes fejűben Knightra nézve. Konkrétan lehetett látni, hogy Gamsonnak forog a szeme, hogy hova tépézzek, és ez két másodperc késleltetés jelentett összességében nála. És hát ha végig gondolod, egy nagyon-nagyon erőltetett hívást a Fanatiktól. Egyértelmű volt, hogy Reckless, miután kijön, már tudják. De szép az a lánc találat még ugye a Hasnerra, a torony is puszban besegít. Mondom, egy ilyen potigyilkosságot hatott el igazából Febiven itt a középső ösvény tornya alatt. Szóval Nautilus visszamegy, és visszajátszás. Ahol láthatjuk, egyből visszafordul Hasnerra és Sunstar is, amint meglátják Reckless-t, aki a Mirinek miatt nem tud elég közel menni az, hogy Yellowstar feldobást is tudjon aktiválni. Két másodperc a teleport különbség, 1-2, megérkezik már Gamsu is, viszont addigra már van egy halott Yellowstar. Reckless pedig mindenét elhasználta, hogy meneküljön. Gamsonnak arra volt mindösszesen elegendő az érkezése, hogy a többi csapattársa tudjon menekülni. Uh-huh. 15. percre lépi most már bele. Még mindig nagyon jó húzáson a Higgernek elszedése bármelyik csapatnak a felső ösvénye számára, amit már eléggé kiveséztünk, viszont Spiritnek ugye betalált a hanghullámja és nem ment be. Ez számomra ez egy nagyon kellemetlen szituáció volt, de hát alig volt már élete, és biztos meghalt volna, de azért be kell menni. Ez a lényeg az egész karakter, mert semmi más. Van még egy meccs, szépíthetnek, hát persze, nehezen múlja már. Persze, igaz, egy pont is pont. Knightból pedig kicsalogatta felülön ezt a császári falangszot, és igazából ezek a küzdelemben nem lesz elérhető, és megkapja a kéket. Végül a minden igaz, akkor Reckless a kitépéssel. Már ebben nem vagy biztos. Jó a csere ugye Sweetie J-től Gamzura. Gamzura időtörése még van, hogyha menekülni akar, de igazából simán csak elfúr. Így van, Reckless-en van a kék kólem erősítés. Sweetie J-nek a végső képessége kiment ugye arra, hogy Gamzut valahogy meg tudja ölni, viszont felhősárkány alegészül ki a Fnatic, immár a másodjára. Mindjárt meglátjuk, mert nem vagy biztos, hogy volt már egyszer egy sárkány próbálkozás, vagy legalábbis láttuk, hogy felhősárkány. Az biztos, hogy nem biztos, hogy leszették már eddig. Mindegy. Az biztos, hogy Febiveren van egy darab kék erősítés, aminek köszönhetően láthatjuk, hogy az az agresszív játék stílusa, az meg lehet. Uh-huh. Tehát a Giants-nek a jungle-ében már most teljesen bele-bele nyúlt. Reckless-en nincs, az csak a lélekkapocs. Hát ezért ne nézd messziről a monitort, mert nem látod biztosan. Aha. Pedig ő is ugye dobálta bele a dárnákat, csak nem tépte végül ki. Ugye teljesen ki volt zónázva a Giants csapata igazából ahhoz, hogy mondjuk akár sújthasson, vagy Knight-nek a homok katonája ott lehessen a kék gólöv erősítés mellett. Hát, Yellowstar is elkezd például nyugodt szívvel farmol az alsó ösvényen. Magabiztos 23 farm előnye van, inkább magabiztos 20 farm előnye általában Reckless-nek megvan. Sunstarral szemben is, Febiben pedig talán a lánccal égetése van. Nem tudja befejezni, nem volt elérhető képesség, még legalább 3 másodperci kedves Febibennek. Érkezik Hustlin is. Ugye Hustlin igazából az egyszemélyes CC hadsereg. CC? Szokás mondani ezt Nautilusra. A kábító hadsereg. Vagy a kábítási hadsereg. Kapitánya. Hogy ő a hadsereg. 16 perc és 4-3-as toronyállás, tehát tornyok tekintetében rendkívül aktívak voltak egészen ideig a csapatok. Mostantól kezdve lehet egy kicsikét a... Melli a bandita, viszont ugye már az a bizonyos jégkesztyű jó lassítás a Gemzútól. Érkezik ugye Max Lore és érkezik Hustlin. Febiveri szintén válaszol még, és Febiveren nem figyelt oda. Jó a gubú, jó a vasmacska. Febiveren válaszol, hogy nem tudod arra, amit kapott igazából a CC Dozerből. Nem figyelt oda, hogy kijön vele szembe, csak arra, hogy gyilkosság a felső esvényen. És nem ér oda. Yellowstar villan, Hustlin felrobban. Reckless-nek a sebzése óriási. Yellowstar mindig tankol, és Knight-nek a homokkatonája azért csípnek most már rendesen. Éppensége kijön, de ez kellett a Reckless gyógyítás, hogy biztosítsa Yellowstar életét. Azért
ezt a mértékű sebzést úgy kapta Braum, hogy rajta volt végig egy Trundle végső képesség. Visszajátszás során láthatjuk, ahogy Gamsu Smithy J-vel elkezdi a csete patét. Smithy J tudja, hogy innen neki menekülnie kell, egyrészt a szintelőny is. Azt a bizonyos ekkort pártolja. Az pedig, hogy Fabi-ben belesétel, miután neki van előbb rálátása Max Lore-ra. Egyértelműen az ő hibája ez. Nem megengedhető, úgy gondolom, hogy nála megvan a gyilkosság, viszont utána még szépítenek a csapattársai. Ez történt az előbb is. Megint egy CC, és mint a kezdetekben fordulatlan egy helyben áll és meghal. A második hiba alig másfél percen belül. Ezzel igazából kicsit a Giants visszalépett a játékban, úgy mondhatni, hogy végre van lehetősége megszólalnia. És nincs is igazából nincs is minion takarítási készsége. Most már így a fönnetitek, ezt a torrot elfogyózni a Giants, ezzel pedig egy elit döntött tornyok száma alapján. Nem teljesen tiszta, hogy Febben miért szereti homlokkal leszedni a pókhálót, de nem a legjobb döntés ez tőle. Máshogy nem tud persze takarítani minionöket ezzel a karakterrel, de ez már a második, teljesen ugyanolyan halála volt neki. Ha ez még egyszer megtörténik, szerintem FF20. Igen. Megszól, aki a végig elszedésével folytatja. Még mindig van másfél perc lehetőség a hírnök elszedésére. Még igazából a körül táncik, ha nem volt senkitől, de még lehet. Most már azért ugye ezekkel a tárgyakkal, ezekkel a fejlettségi szintekkel viszonylag gyorsan, kisebb áldozat nélkül el lehet hozni a hírnököt, de azért időbe telik leszedni, és ilyenkor jöhetnek általában kellemes meglepetések, és talán már a fönetik most készül arra, hogy fog jönni. Mm. Mondd csak őszintén, milyen érzés, hogy látsz egy olyan Lee Sin-t, aki nem fullba nyomja a tankot? Jó, nagyon jó. Valószínűleg ez is egy fekete hasítóbár lesz, egy pörőt fog majd vásárolni a jó öreg Spirit a harcos kiegészítés után. Igen, azért ott még nem járnak kedves buci, hogy dárdakot lássunk Spiritből. Annyi sebzése éppensége és annyi gyilkosságnak nincs, ami ezt megtehesse. De az a kis pici sebzés igenis kell a Lee Sin-re. Mert megmondom őszintén, hogy Gemzo, Yellow Star, ők nem fognak sebzéssel előrukkolni, csak szépen lassan simogatnak. Viszont ha továbbra is ezt fogja csinálni, akkor kellene fog máshonnan előszedni a sebzését a fönnetiknek. Ajaj. Yellow Star megkapja a gubót, a vasmacska, jaj, de szép repressz végső képesség, Istenem, ezekért szép élni, jön közben Max Thor végső képességet, tehát pedig Yellow Star leveszi mellett, konkrétan semmi sebzés. Ebből a halálpontos lövésből repressz, hát a csém, gyönyörű szép volt, viszont még Max Thor mindenképpen jön mellé, a harapós vagy, kifárasztás Max Thoron közben mindenképpen válasz, amíg repressz ugyanúgy is, óriási a sebzés, most jön Sunstar, teljesen egyes, egyedül, jön Smithy J hátulról, Femerik szintén akar még szólni valahogy, és Max Thor a jó a lánc, míg képességen emelkedik, majd ereszkedik, Max Thor BOOM! Repressz kettős gyilkosság, fantasztikus játék ettől a Karisztától, 5-0 legy, és még lehet menni Smithy J-re nyugodt szíven, lassítás tömkeleg, na az van, és Knight-ra ugrik, jó a császári falangsz, még egy Spirit-i kide zórát a picikét, és Knight-ra még mindig megy Gemzo, időtörés elé vissza, nem tudják Knight-ot még befejezni, viszont rossz irányba szalad Knight, jön szemből, vagy Febiben, Smithy J pedig, aki mindenki benn van, most már rendegeteg életerővel ismét, végső képessége után, Gemzo pedig válaszol egy picikét, és Knight felrobban Febiben által, majd 4 játékos, sőt 5 játékos között találja magát Smithy J, és Spirit a hanghullám sebzésére pedig be is fejezi. Wow, Reckless, gyönyörű volt, nem tudok más mondani. Ki is láthatod földhöz vágás, lassú ász kategóriába sorolható, de attól függetlenül egy ász. 9-4 a gyilkosságok állás, ebből 50 jelen pillanatban Recklessnél. Ez a Kalista a csapatharcokban, a játék középső szakaszában, amihez ugye most érkezünk, iszonyatosan vadát lesz. Az egész úgy kezdődött meg, hogy Yellow Star mellé lőtte a harapos vagyot ugyan, de Haslint attól függetlenül lehetett kábítani, sőt, igazából a Gletscher szakadék az önmagában elegendő is volt. Utána Sunstar bemegy még, hogy egy csapdát letegyen, ezzel magát halálra is ítélte, Gamsut és Spiritet nem tudja levakarni. Max Lore-ra pedig kimehet a teljes LeBlanc kombó, onnantól kezdve őnek is el kell hullania, még ha egy kicsikét tankosabb is, mint azt talán várhatnánk tőle. Smithy J a végső képességét korán aktiválja, ezért életben is maradhat, egészen addig a pontig, amíg Knight-nak sikerül egy kicsikét odébb tessékelnie magát a saját gyógyításával is. Gamsonnak remek a végső képesség aktiválása, hiszen neki ugye tankossága nem volt, tehát az életereje fogyott, neki arra nagyon oda kellett figyelnie, utána pedig Febiben likvidál. És akkor végig is azt lehet mondani, hogy igazából lassított, de kristálytiszta ász hozott el a fennetik. Uh-huh. Halál nélkül, nagyon lassan épül föl igazából ez a küzdelem, és nagyon szépen lassan haltod meg ugye a Giants játékosok.
de a végén már többszörösen volt az, hogy ember hátrányban néztek farkaszemet. A Fnatic játékosokkal nem is értem igazából a Giants. Oh, Sunstar kijött a bokorból, öcsém, mint Zrínyi. De semmi értelme nem volt, azonnal megdögött. Hát igazából mindegy. A második sárkány közben elhozta ugye a Fnatic. Tehát két felhő sárkányuk van, ami azt jelenti, hogy 30 ponttal növekedett már a harcon kívüli mozgási sebességük. És még egy toronnyal beljelve a Fnatic Yellowstar beragad, majd Rekkesz kihúzza. Pofátlanságnak továbbja. Imádod. Legjobb. Imádod ezt a játék szíros, mi? Ezben érkezik viszont Fabianis Nityjére, akiről mindjárt le fog járni a végső képessége. Így Gamsolz, aki húzza az időt és... Uh-huh. Menekül és megjön Fabiben. Innentől kezdve Nityjé pedig meg fog halni. Igaz, nagyon sok képesség ment mellé, ezt valljuk be. Például Nityjé villanása. Ez a falat lefejelni már nem egy angyal. Amióta Faker egyszer lefejelt a VB-n a falat, onnantól kezdve meg van engedve. Lehet falat fejelni. Ja, értem. Persze, ez a nagyon gyors és hirtelen jelentkező dolog az, ami miatt ez megtörténhetett. Az egy dolog, hogy le van engedve a redőnyünk, de hogy beköszönnek az ablakon, igen. Az a legijesztőbb dolog. Fanok. Szia, anyu! Mindegy. 24. perchez közeledünk. Még mindig iszonyatos a Fnaticnak az előnye. A kérdés igazából csak az, hogy meg tudják-e mindezt tartani, mert azért előrevetítettük, hogy vagy korán megnyeri az egészet a Fnatic, vagy a Giantsnek. Oké. Okay. Sunstar megint. Ez meg mondom. Egyszerűen elmondtam, miért lehet ezt hasonlítani. A szóismétlésnek ugye a poén még egyszer elővése nem helyes, de mint Zrínyi. És megint meghalt. Tehát 0-3-as az a két lén, akinek a leginkább kéne tisztelni a távolságot és tartani ellenfelével szemben. Főleg ott van egy LeBlanc. Na, az még az, hogy még kétszer akkor a távolságot kéne tartani. Ehhez képest, szecsél, írjának képzeli magát. És annak köszönhető, hogy egy kicsikét megszaladt az LeBlanc, mert tényleg csak kicsikét szaladt meg jelen esetben, azért 3-2 az nem egy magabiztos előny. De Knightnak be kellett ruháznia egy korai mélységi jog arra, aminek köszönhetően túlélheti azt a sebzést, azt a robbantó sebzést, ami már jelen pillanatban egy rabadonos LeBlancban megvan. Ezen felül pedig, hogy a páncélzatot miből fogja majd megvásárolni magának, amivel majd az 5-0-ás Reckless Kalisztával is szembenéz. Hát az még kérdés? Hát az még egy jó kérdés, ez 25 percnél járunk és van egy 5-0-2-es Reckless-ünk, ami hát akkor is nézem, nagyon csúnya lesz. Hát akkor Isten tudom, hogy mi készül majd rajta. Császári Falansz kijön védelemre Knight-tól, nem a sebzésért. Reckless ragad be egy picikét, nagyon sok a sebzés, és elhozza a véletlenül, hogy a Hustin, de tök minden csak dögölje meg Reckless. Viszont meghal válaszol Knight, és hátul még Sunstar kergeti Spirit és Gemzo. Hustin még éppenség oldalon segíti Spirit, az átoknyelő tartja össze. Mellé a hangkulám, jön Smitty J, meghal Sunstar. Micsoda sebzés megszporol közben. 3-1-es erőszességében majd 4-1-es, és Gemzo 3-as gyilkossággal 4-0-6-os. Perfect statisztikával végül a baromasora léphet ki a Fnatic, Smitty J pedig itt igazából max egy megfigyelő lesz, vagy belehelyezi a jégoszlopot a baromasorban, de az a sebzés produkálni nem fog. Gyönyörű szép játék a Fnatic-től. Reckless is ráadásul úgy halt meg, úgy volt az egyetlen egy halottja ennek a csatának a Fnatic részéről, hogy minden idéző képessége benne. Ő egész egyszerűen alábecsülte Azirnak a sebzését. Visszajátszás során látjuk, hogy igazából Yellowstar Knightra nem tud jól kezdeményezni, viszont Reckless itt még nem hagyja abba, a falra húzza magát egyébként Hustlin. Reckless megeszi egyébként a halálpontos lövést, ez talán a legnagyobb hibája. A villanásra ezt nem tudta volna korrigálni, a gyógyítás pedig valószínűleg még kevés is lehetett volna. Megspékelve a katonák sebzésével, vagy tovább erősítve. Viszont onnantól kezdve, hogy meghal Reckless, semmi más nem tud csinálni a Giants csapata. Egész egyszerűen elolvadnak Febiven sebzése által. Példának okáért Maxlor szublimáló életerővel rendelkezett. Wow! 1400-as baromnasor Power Play már most! A fő... Oh! Micsoda! Császári Phalanx Knight-tól! Ilyet még nem láttunk! Reckless azonnal meg is halt! Fel sem tudta ezt fogni! Spirit pedig menekül az őrszemek keresztül, Shellowstar mi szintén meghal! 2-0-ás erre végül! 15-7! Spirit... A lélek tartja össze az úriembert, de él! Ő egy jó nyíszi! Reckless-nek most kiment mindene, de még így se jelte túl, tehát... Nem tudom, az előbb kiemeljük, hogy miért volt nagyon szép a halála, most meg elmutatjuk, hogy hát ez egy potyagyilkosság volt, sőt 2 a Giants csapatának, 15-7, és mégis a Giants az, aki mehet előre, gyönyörű szép a visszaugrás Femiventől, ez az, amire szüksége van. Azért Hustin reakció ideje sem volt rossz. Igen. Azért valójában viszonylag hamar reagált, hogy utána be kéne húzni a Femivent, úgyis már kétszer beleállt a kábítás tömkerülőben, hát ha beleáll még egyszer, nem, most nem áll bele, viszonylag hamar vissza és ugra, mindenkit odarról szép volt, ezt valljuk be, viszont Gemzu
egy külön fejezet már jelen pillanatban igazából ebben a bizonyos könyvben. Elhozza az alsó esély inhibitorját védő tornyot, úgy, hogy igazából Speedy J baromira későn érkezik meg, teleportja egyik őnek sincsen, tehát igazából a Gamzitán nagyon kemény húzás az, hogy ennyire elszakad a csapatától. Hiába van ugye ekkor előnyük, mert nem tudott volna érkezni hozzájuk semmilyen formában. De hát baronasoruk van. Igen. Pontosan, tehát ezért volt mégiscsak jó összességében a hívás a fanatiknak. A két emberes, villanásos császári falangsz gyönyörű szép volt Nightól. Ő volt az, aki ezt a két gyilkosságot lehetővé tette. Spiritnek egyébként még az őrszemugrása elegendő volt, hogy ne három legyen az a két gyilkosság. De ennyi az összes pozitívum, amit ki lehet emelni. Egy remek helyzetfelismerés a Giants-től és túlvállalás a Fnatic három játékosától. Egész egyszerűen nem szabadott volna ott maradniuk a középső ösvényen ember hátrányban. 28. perc, most már lassan le is lesz a zárva. Smitty J ugye 2-2-2-vel azért ő most jelen pillanatban 1v1-ben szintén elég csúnyán el tud verni mindenkit, de azért ez a hanyadik átoknyelő már? Nem is az, hogy átoknyelő, hanem hogy Lee Sinnek még egyelőre szerintem nincs 2000 életereje sem. Ez nem kell neki. Ja? Csak a sebzés, más semmi. Meg persze a YOLO Lee Sin rugások és kikek és villanások. Harmadik felhősárkány közben meg is van most már. És rekesz, aki a popkorból támad, ugrik, rohan és hasal. Smitty J pedig hát töretlenül védi a saját birtokát, már ameddig az övé lesz egy darabig. De inhibitor szabadon van az alsó, és erre nincs mencsőjék, még 24 másodpercig van baronnasor. Tényleg a nagy power play nem lett igazából ebből kifocizva, de legalább nem a Giantsnél volt a baronnasor. A torony ebből nem lett hozva, csak egyre egy gemzú által a felső, és az alsó ösvény külső tornya, ugye az inhibitor, nem, szóval az alsó ösvény inhibitor védő tornya dőlt be gemzú által, de csak ez történt. Meg vagyok egy kis ídetődve, mert pont gemzú az, akire nem számítottam volna, hogy egyáltalán jól fog teljesíteni ezen az összecsapáson, de az, hogy 4-06-os önáll a teljesítménye van, és azon felül is még megengedheti magának, hogy Magi-t kiépítse fekete pecsétből, az szimpatikus. Mindig jobb, mint papírra venni egy határtalan tengét. Hát annál szvegebb nincsen, amit Steve-nek csinált annó. Na mindegy, 29 perc, 6 másodpercen járunk, ergo 30. percben léptünk bele. Halálpontos lövés, talált igazából Febivenre, de túlságosan ez nem fáj azért neki. Nem sok pajzsot kaphatod a Lee Sintől, az tényleg is való, de azért valamennyit igen. És a szándéka fontos. Mert vakon csinálja, ne felejtsd el. Ó, igen. Érzésből ugrik rád és segít. Még igazából legalább, sőt több mint két percig nincs sem barannasor, sem pedig sárkány erősítésünk, ami azt jelenti, hogy annyi dolga van a Fnaticnak, hogy folyamatos hangsúlyt helyez a szélsősményekre, meg a középsőre is igazából, és így védekezésre kényszeríti a Giants csapatát. Így igazából van lehetőségük a dzsungelből kiéheztetni őket, és megvonni tőlük az összes aranymennyiséget a dzsungelből. Ez igazából megint csak az előnyét növeli a Fnaticnak. 30. perc, illetve az az újraedési idők azért valamelyest nőni fognak. Ezt semmiféleképpen sem szabad elfelejteni, és ha esetlegesen kialakulna egy csapatharc a baronnasor környékén, teszem azt 5 percen belül, az igazából megint csak azon múlna, hogy Knight hogyan pozícionált vagy Sunstar is. Eljutottunk a mérkőzés azon pontjába, ahol már azért van bőven sebzése Azirnak is, és Caitlynnek is, bármennyire 0-4-es jelenlegi teljesítménye, összesen 30 farma van lemaradva Reckless-hez képest, akinek viszont kell az idő ahhoz, hogy körbeugrálja az ellenfeleket. Na most ugye a RMI sárkányok, azt nem nézzük, hogy lesz-e még egyedik. Nem néztem, hogy pontosan mikor lett megölve. Lehet, hogy lesz még egy ugye 35 perc előtt, de ugye három felhős sárkány volt már. Ha eleve csak azt másfél szerezik meg, azért az is ugye 20% fölötti, 22,5% kiszámolom már a mozgási sebesség ugye háborún kívül. És ha már ugye arról beszélsz, hogy megfosztani és kiéheztetni ugye a Giants csapatát, és ugye megsemmisíteni a lehetőségeik tárházát, azért a pusztmozás sebessége megint csak gyönyörű szépen lehet úgymond ösvények között flangálnia. És folyamatos dominanciát sugallni, csak hogy ott van. És ugye a pusztmozás sebessége megint csak gyorsan lehet úgymond ficánkolni két ösvény között, mint az állat. Tehát igazából az már biztos, hogy egy Giants pecsét lesz majd a fejükre. De mit mondtál a bajnokválasztásnál? Azért a Giants kompozíció az, amelyik majd hát egy olyan jó 10 perc múlva talán durva le is lesz. Tehát még azért itt van miről beszélni. Uh-huh. Attól függően, hogy esetleg jelen pillanatban mégis azért van akkora előnye a Fnaticnak, hogy neki kell eldobni a mérkőzés sem, mint a Giantsnek fellépni, és hát
Összességében annyi a szituáció, hogy vagy hibázik a fanatika, miért bünteti őket a Giants, vagy szépen lassan a kiéheztetés taktikája működni fog, és elfogy minden lehetőség a Giantsnek. A csapdás szituáció azért is lehet most jó a fanatiknak, mert a tankok azok, akik előképviseltetik magukat, háttérben pedig várakoznak. Kukucs! Hú, de ismerős helyzet, ez jó a Lance Hastlinra. Épesség vinna, mégis Jeroszabét dobják be, hármas, majd négyszeres fellökés, a rugás is tökkel, de Spirittől. Nincs életre, semmelyik Giants játékosnak sem, Sweetie J pedig még a Lance elő villan. Nulla halott. Attól függetlenül, hogy ez talán a legszebb. Azért a nulla halott az azért... Az, hogy fél halott, az nem érdekel, nem halott. Jaj, oké. Arra van idő, hogy a baromlasra remélye a fönetét, még amíg hazamegy a Giants persze, de azért nagyon-nagyon szedi a lábát a Giants játékosoknak a tömkelege, de... Addig ki is emeltjük, hogy Buresnek szeretnénk megköszönni a 9. havi visszatérését. Illetve Hoki 10-nek az új feliratkozóként a csapatban. Üdv, és köszönjük szépen a támogatást, Spiri pedig megdöglött. Nem! Pedig majdnem elmenekül, de aztán meg. És hogy lesz még egy elemi sárkányunk. Az ősi az majd várat magára a későbbiek folyamán. Ha már úgyis van egy perc szünetünk, amíg érkezik majd a sárkány, addig ki is emeltjük, hogy Buresnek szeretnénk megköszönni a 9. havi visszatérését. Illetve Hoki 10-nek az új feliratkozóként a csapatban. Üdv, és köszönjük szépen a támogatást, Spiri pedig megdöglött. Nem! Pedig magányan elmenekül, de aztán meghalt. Pedig villant is igazából, na mindegy. Spirit sajnos meghalt, és 45 másodpercig nincsen, és azért Spirit ezekkel a tájválasztásokkal még mindig nem rendelkezik több mint 2400 életerővel, tehát mindig eléggé kis halomány és eléggé kis papírka a leasing-e, de a sebzési viszont láttuk, hogy milyen, amikor végigrúg az egész társaságon ugye valamelyik játékos, de ha nincs belőle gyilkosság, akkor nem érte meg. Sajnos. A közés ősvény inhibitor a védő torját szedi a Giants már a fönnet, innen megint Yellow Star, majd fejben válaszol Sunstarra! Sunstarra felrobban a lánctak, köszönhetően, majd válaszol mindenki hátul Reckless, táncol! Nyugodtan! 2-1-es serök összességében végül meghalt a Spirit néked elején, Knight pedig menekül a világ végére, de Reckless-en tudom mennyi fókusz volt? Semmi. Semmi az égvilágon. És Knightra még a párazós valóság is majdnem, hogy jó, még átcsúszik a falon, ez viszonylag szép menekülés is volt, de ettől függetlenül ugye ember hátanemban 3-0-át cserélt a Fnatic, és ez pont, ez tény. Igazából felvíven szóló gyilkossága volt az, ami hát az elkülönített Sunstarra kicsikét érdekesen érkezett. 0-4-5 volt az előző teljesítmény, a Sunstarnak most 0-5-5, tehát még a gyilkosságból sem igazán tudta kivenni a részét. És ugye a baronnasra Power Play-t végre egyszer kihasználja a Fnatic most második alkalommal, elhozza a felső ősén inhibitorát, védőtornyát, majd az inhibitort is szintén. Az alsó ősén ugye van inhibitor, azt is le lehet szedni, de van egy torony, azt is le lehet szedni, mindent le lehet szedni. Light épességek visszaállik a lépjen mellé a hanghullám közben, viszont megvan az inhibitor védőtorony a közülső ösvényen. Bármikor lehet még befele ismernie majd Spiritnek, de villanás nélkül kell beosztani igazából a rugását, ha szeretne rugni. A felső ösvényen megy Minion is, ráadásul még, és érkezik Yellow Star, BOOM! Spirit a célpont első sorban, majd Spiritbe megy végre, és Knightot rugja ki! Jó a rugás, de Knight még mindig él, császári falanszer, neki még épessége nincsen, de addig meghal Spirit J, meghal Sunstar, meghal Light! És végül igazából Spirit hal meg, csak egy éppensége nincsen, kristálytiszta ász, de ász. Ez igazából a mérkőzés ilyen 35 percnél, nincs semmi, mese. Semmi mese nincsen, hiába van pokoli sárkány, senkit nem érdekel ezt a mérkőzést, Nexus döntése játszák, a Fnatic pedig a második baronnasorra már végre odalépett a torkukra, és abszolút, ahogy mondtad, kiéheztette a Giants csapatát. Ez igazából a lehető legjobb döntés volt, amit hozni tudtak Fnaticnak. A játék korai szakaszában ezek a választásokkal meg kellett ragadni az előnyt, ezt megtették, majd utána az előny, illetve a szakadék a két csapat között az olyan mértékűre növekedett, hogy nem tudott elég sokáig várni a Giants gárdája ahhoz, hogy az ő választásaik is kifizetődjenek. Még ha esetleg volt egy kis reménysugár is az egy hét elhozott gyilkosságból, ott egyszerűen túlvállalta magát a Giants, Fnatic pedig csúnyán büntette őket érte. Így van, és azért ne felejtsék el, hogy ez most át kell értékelni, hogy mit tudna igazából most. Most én azonnal már a következő meccsnél járok, hogy mi az Isten tudna igazából... Ja, rajtunk van a kamera? Tehát én azon gondolkoztam, hogy mi az Isten tudna igazából már most jelen pillanatban alakítani bármit is a tiltási fázison, vagy a választási fázison a Giants. Tudnám mondjuk arra válaszolni, hogy ne a játék végső szakaszára épülő kompozíciót alakítson például. Ki például, de az a kérdés, hogyha most valamelyik mostani választásra belenyúl a Giants, amit a Fnatic elhozott, akkor mi lesz a következő dologra? De erre a listára mit válaszolsz? Pont ezt akartam mondani. Az az összhang, ami már most megvolt Yellow Star és Reckless között,
Hát az van hihetetlen, hogy annyira volt. Ezen felül ott volt még egy Gamsu is a szóló teljesítménye, de ugye megkapott egy ekkót, tehát ez talán egy kicsit kevésbé számít. Illetve Febivennek, talán Febiven volt ezen a mérkőzésen a leggyengébb pontja a Fanatiknak, amiatt a 2-3 szóló gyilkosság miatt, a csapatharcokban viszont azt is bőven le tudta dolgozni azzal a területi sebzéssel, amit egy-két kihezett ugrással véghez vitt. Nagyon szép játék volt, és igazából az a baj, hogy nem is nagyon tudunk ehhez még hozzáfűzni, meg azért annyi mindent nem akarunk előni az elemző asztal elő sem. Szóval szerintem adjuk át a szót Bucinek és Tanának. Mit szólsz hozzá? Adjuk át? Átadjuk. Üdvözlök minden kedves nézőt, a harmadik meccs első mérkőzésén vagyunk túl, ahol a Fnatic, illetve a Giants csap össze előbbi nyerte meg az összecsapásból az elsőt. Szervusz Thanatos! Mit szólsz a Fnatic teljesítményéhez, illetve a Giantsbe látsz-e még olyan lehetőséget, hogy föláll ebből a vereségből? Alapvetően úgy gondolom, hogy a Giants Gaming mostani játéka ugyan egyértelműen tartalmazott hibákat, de mindenféleképpen ígéretes volt. Tehát voltak olyan villanások gyakorlatilag, és itt nem az idézői képességre gondolok, hanem a játékon belüli megvalósítása bizonyos elképzeléseknek úgy gondolom, hogy szinte hibátlan kategóriát súrolta. Legyen arról szó akár, hogy a középső ösvényeses azíros surimúr is kikapjuk, akkor szépen a Reckless Yellowstar párost. Egyszerűen tökéletes megvalósításokra volt példa, viszont a Fnatic oldalán egyértelműen ott van az évek meg a rutinnak az előnye, úgymond, és ezt ki is tudták használni, legyen szó arról, hogy hogyan rotáltak például a pályán, hogyan mozogtak együtt és külön. Mindenképpen ez a fajta tapasztalat előny, azt én is éreztem, hogy a Fnatic oldalán állt, de attól függetlenül hibáztak ők is nem is egyszer. Mármint, hogy Febiven elalszik háromszor, az egy komoly, és mondjuk nem tudom, egy G2 ellen iszonyat nagy visszacsapás, és valószínűleg ott meg tud indulni egy egész csapat. Tehát egyrészt Febivent is ki lehetett kapni nem egyszer, Yellowstar és Reckless párossal most megint nagyon jól beszéltek, nagyon jó volt az összhang, talán egyetlen egy olyan kezdeményezés volt, ami kicsit félre sikerült, utána a Reckless még tovább ment a gyilkosságért, de később ugye ő kapott meg jóformán mindent, tehát a Nautilus végső képesség, a Azir végső képesség, és még egyébként Caitlynnek a végső képessége is őt találta, tehát ott látszódott, hogy nagyon szeretnék kiszedni Reckless-t, de attól függetlenül a játék elejétől kezdve a Fnatic magabiztosan, de azért uralni tudta a pályát, és mindig el tudták hozni a célpontokat, a gyilkosságokat, domináltak és irányítottak valamilyen szinten, miközben voltak azért ilyesfajta hibák, viszont Yellowstar Braum játékát azt muszáj kiemelni, mert hogy tényleg volt egyszer egy olyan jelenet, amikor Darcy mondta, hogy és nem talált a harapós faj, és ezt én így tudtam, hogy igen, ezt ki kell emelni, hogy nem talált a harapós faj, mert egyszerűen nem tudom, tehát hogy kéne nézni valami olyasmi statisztikát, de szerintem 90% fölött találtak a harapós fagyjai Yellowstar-nak, egyszerűen gyönyörű szép volt a játék. Én úgy gondolom, hogy Amerikában kellően sokat gyakorolt ezzel a hőssel, illetve két szezon között is, és nem volt véletlen az első választás, mint Braum támogató játékos, mert ezt húzta meg a Fnatic. Illetve ugye alapvetően a tiltási és választási fázis során én úgy gondolom, hogy a következő dolog történt, hogy beszéltünk arról, hogy Haslinnak nagyon erős a Braum játéka, mert csak azt láttuk, illetve nem is azt mondom, hogy erős, de azt ismerjük. Nyilvánvalóan a skimek során előfordulhatott, hogy más hőst is hozott. Hát szinte lehet, hogy pont Braumozott, lényeg a lényeg, behívott rögtön a Fnatic egy olyan támogató hőst,
akivel jelosztál is, hát most bizonyította, hogy nagyon jól tud játszani, illetve Haslint is ugye egy másfajta játék stílusra kényszerítette, és ott is egy Nautilus, ami azért sokszor bevált, én úgy gondolom, mert a lehetőség benne volt, csak ugye én úgy gondolom, ugyanolyan, mint régen, ugye régen a Shen támogató játékos, ugyanaz a Nautilus támogató játékos is, hogy ezek olyan hősök, akiknek kell tudni állni a pofont, és ha a támogató ösvényen van, tehát hogy a támogató pozícióban van, akkor... Kevéssé lesz olyan tankos, pontosan. És elfogy, és ezt nem egyszer láttuk. Nem, egyszer. Nem tud annyi mindent tankolni, nem fog tudni olyan gyorsan tárgyakat építeni, illetve azokat a szükséges tárgyakat megépíteni, amik neki kellenek. Én örülök egyébként az ilyesfajta támogatóknak, mert mindenképpen van bennük lehetőség, és ténylegesen egy Nautilus a CC tengerrel, amivel ő rendelkezik, lassítás, feldobás, helyhez kötés, minden, amit csak el lehet kérni, azt ő mindenképpen ad. Egyébként ennek a játéknak a legjobb játékosa, az nem más, mint Yellowstar, tehát ő kapta meg ezt a címet. Ezt ugye egyszer talán már elmondtuk, de elmondhatjuk most is, hogy minden egyes meccs után, tehát nem a BO2 keretein belül, hanem minden egyes meccs után választanak külföldön egy legjobb játékos címet. Ezzel és nem véletlenül. Azt mondom, hogy ez te is ezt, nem. Tehát, hogy egyetlen egyetértünk Yellowstar játékával. Úgy gondolom, hogy én úgy gondolom, hogy alapvetően hogy a stratégiákra tekintve egy nagyon gyors gondolat erejéig, ugye azt látom, hogy az első mérkőzések során az összes BO2-ben még az előző metához kapcsolódó unalmasabb kezdést választják, egy ösvénycsere, vagy esetleg ez a rotációs nagyon sok tornát ledőtt gyorsan. Szerencsé, hogy nem az H2K Rocket meg a Spice Vitality Team meccseket közvetítettük ma, mert akkor ezt nem ott mondhattad volna. Ja, nem, ott is amúgy alapvetően ez megvan a kezdéseknél, hogy a régi taktikát alkalmazzák. Régi taktikát alkalmazzák először, itt a torony döntésre nem erős választásról van szó. Na de összességében a második mérkőzés hoz általában valami olyan újdonságot, ami már 6.10. Yeah, hozzon Giants, illetve Fnatic. Második mérkőzés nem sokára a szünet után.